Azért szólok előre, hogy inkább azt érdemes rögzíteni, amit mondom, nincs nem a diálisra a legokat. Jó? Tehát egyszer tudjátok majd nézni. Akkor én is nagyon röviden tartom, hogy nem is szokott rövni, hogy nem találkozom el. Ja, jó. Gyakorlatilag pedig állni mindig a földeken.
Kisebbeknek ebben nagyon nagy szerepe van. Én úgy gondolom az, hogy létezik ma még kiskert, abszolút egy oázis a természet számára, hiszen már a mezőgazdasági termelés, hál' Isten Magyarországon mindig sok végül, tehát azért nem egy Amerika vagyunk, meg nem egy Franciaország, de alapvetőleg azért nálunk is egyre inkább jellemzővé válik a nagy szántóföldi területek, és azon is az egyre inkább egységű növénytermesztés. Tehát most már mondhatjuk, hogy azt gondolom, hogy egy 5-6 szántóföldi növény fölött legjobb esetben is a szántóinkon. Tehát abszolút mondjuk az olyan növények mindegyikben abszolút megvoltak, például a lemon vagy a csillagfürt, vagy a szerületes van egy pár gyümölcs, akkor szuper, és nagyon bízom benne, mindenkinek van ilyen elhanyagolt
sarki területet, ahol mondjuk megtalálható egy kis téglarakás, mindenhol fordul egy kis nyesedékhalmaz, meg egyebek, és ott bizony nagyon-nagyon jó húgóhelyeket tudunk biztosítani a légőzárnak. Mire az előadás végére jutunk, azért mindenki kell ezt a úgymond szusnyás elhúgott hálszó kertre, ami mindig szeretnék neked nagyon röviden egy ökológiai kutatást megosztani veletek, mert fontosnak tartom mindig ezen együtt elgondolkodunk. Ez nem más, mint a kutatást. Csináltak egy kutatást arra vonatkozólag, hogy az emberi tevékenység mennyire hasznos vagy haszontalan. Ugye aki nagyon zöld, az szokott úgy gondolkodni, hogy ember már minek van a Földön, már teljesen fölösleges, hogy csak elpusztítunk mindent. És ez a kutatás pont azt gondolom, hogy nagyon szépen mintázza azt, hogy ezért ez nem így van. Arról szól ez egy hosszú távú kutatás, a hosszú távú kutatások azért mindig egy ilyen 20-50 éves periódusos történetet, akár még emberöltön is állnak a dolgok. Lényeg az, hogy ezt képzeljétek el egy rétet. Az egyik részét azt teljesen beszántják minden áldott évben, és próbálják ott a növényzetet teljesen eltüntetni. A másik részét csak megtárcsázzák egy picit. Van egy rész, amit csak faszálnak, és van egy, ami teljesen bolygatás nélküli. El lehet gondolkodni, ugye, hogy most vizuáltátok, hogy akkor tényleg van olyan, ami majdnem teljesen fekete, akkor van olyan, ami csak úgy megvan, ugye tárcsázzák, kicsit meg van törve, van olyan, ami csak faszálva van, és akkor van az, ami teljesen hagyják, hogy ott felszáradjon rá létre. Azt is látják, hogy milyen a biodiverzitás a területeken, tehát az élővilág sokszínűsége hol a legmagasabb. Mi a tipp, hogy hol a legmagasabb a... A kaszálos lesz a jó válasz. Ugye, ahol nem csináltak semmit a természetben, hanem hagyták, hogy csak úgy legyen. Ott gondoljatok csak bele, hogy fölnőtt egyszer egy növényzet, ami aztán összeszárad, de igazából nem tudott megújulni. Ugye egy rét, felnőnek rajta a virágok, magot ér el, meg kicsit leszárad, és akkor egy olyan száraz, azért lehet látni ilyen fönt az erdőben és akár az ilyen tisztásokon. Az, ahol egyszer lekaszálta, ott a kaszálás után egy egészen más típusú növényzet tudott följönni. Ugye a más típusú növényzeten más növények, állatfajok kezdtek el megtelepedni, tehát lényegesen nagyobb volt a változékonysága a természetnek. Ugye ahol tárcsáztak, ott már alacsonyabb volt, és ahol ugaroltattak, logikusan, tehát ott, ahol aztán teljesen beszántották a földet, ott pedig nagyon-nagyon alacsony volt a diverzitás, hát ugye a fekete föld az nem igazán marad meg semmi, még a mikrobák sem szeretik annyira egyébként, ha forgatlan. Elmondom azt, hogy belegondoltok, hogy az emberi fajnak van értelme, csak akkor most elgondolkodhat mindenki azon, hogy mondjuk ami kint van ott a parkolóban, lebetonozva, ahol állnak az autói, meg mondjuk azon az oldalon, az valóban a kaszálás formáját meríti ki, vagy azért annál egy kicsit többet hoz, hogy annál egy kicsit többet. Tehát, hogy valami lenne a természettel való egyensúlyunk, amikor csak úgy finoman bele-bele nyújtunk, és együtt élünk vele. Hát akkor ma még messze vagyunk, de azt gondolom, hogy mindenki kell majd vissza kell nyúlni, ahol ma tartunk ezt az ügyet. Amiről ma szó lesz, hogy mikor lesz például ökológiai egyszer, ez a tárolói támogatásról, hogy oda figyelünk a talajra, és minden is fogom kezdeni, mert a talaj az első, ami a legfontosabb, ráadásul még igazi mázlis lábartok, azért ezt gondolom mindenki tudja itt a környéken, hogy az itt van talajtakarás, erről mindenképpen szeretnék beszélni. Az átrendszer kialakítása az egy nagyon fontos dolog. Ez alatt azt értem, hogy megpróbáljuk a saját erőforrásainkat igénybe venni, és nem kívülről behozni dolgokat. A komposzt egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű példa erre, hogy nem kívülről hozunk be a tárgyakot, vagy ha valakinek állatai vannak, akkor gyakorlatilag az állatkártyával nem tudja oldani a tárgyakot, nem kontrását. Fogok beszélni egy kicsit a teljes kertekről, a védőnövényekről, növényélekekről, növényélekekről kimondottam, mint tápanyagú támogató szerint, növényvédőszerek szeretnék hasznot fejteni. Haszonszervezetek védelméről, vagyis a haszonszervezetek a kertek, hogy
babakocsi, tudjátok, tehát amikor szépen el van benne minden sorba, végig van gerebjésze, ott egy fa levél nem maradhat, hanem minden művén be van állítva. Ugye nem igazán az az jó kert, hanem az a jó kert, ahol megfelelő térben időben ki vannak alakítva ugye a növények, hogy egymásnak nem konkurencia, viszont nincsenek is takaratlan területek. Tehát folyamatosan várakoznak a növények, és akár még ebben a téli időszakban is, higgyétek el, tudnak nekünk a növények biztosítani egy kis zöldet. Tehát a kisfenyő például a madárson állták, vagy egy kis fátor fólia alatt azért még vidáman elég ilyenkor a rúkola is, tehát lehet azért ilyenkor is, vagy a leveles fel, tehát ezeket mind-mind be lehet menni ilyenkor, és nem kell menni a mindbe vásárolni. Palkai. És akkor mindig mindenkezdem a palkai termesztésről. Gondolom, hogy azért ezen a vidéken ez nem ismeretlen, és valaki valamilyen formában azért rá volt be, a Szeretvár is itt Szentes környékén helyezkedik el, és akkor már mindenkiről, hát ha nem is mindenki, de nagyon sokan programmaklatban, a mennyiségi termelés programmaklatban történik. Mennyire ismert ez a termesztési mód, kérek egy ilyen visszacsatolást? Valakinek igen, valakinek nem. Ugye a lényeg az, hogy a növény gyakorlatilag egy mesterséges közegben él. Ez lehet többféle, de leginkább azért a közeggyakorlók alkalmazzák, ami az egyik közszinték kőolaj származékról beszélünk, tehát nem is van egy megújuló energia. Ugye azokon keresztül távolabb kapják a növények a tápanyagot, méghozzá ezen a söveken keresztül, itt van a főgerinc, és a főgerinceken keresztül leáraznak ilyen csepegtetők, és azokon keresztül valósul meg a tápanyag utánpótlás. Ugye, ami óriási előnye, az az, hogy nagy mennyiséget termelnek viseljen, viszont ugye az óriási hátrány, ez az iszonyatos környezetszennyezés, tehát erről nem lehet elfelejteni. Tehát ez a problémában átutatódik sokkal, ennek a 100%-es veszélyes hulladék után a szállítás a óriási költség, az egész egy műanyag technológia. Arról nem beszélve, hogy az a fajta zöldség, amit zöldség, amit teszünk, azt gondolom mindenkinek a szájában van a hipermarketes téli paradicsom, az a sárgás, ami piros, belül egy kicsit zöldes, olyan semmilyen savanyú ízű. Na hát azok szoktak ebből a termesztésből származni. És itt is hangsúlyozom, hogy nem minden fekete és fehér, mert lehet ennek jelentősége, de én azt gondolom, hogy nem lenne szabad, hogy Magyarország legjobb földjei mondjuk ilyen termesztés folyjon, mert mondjuk olyan helyeken, ahol sivatagban egyébként Iránban például, vagy Marokkóban, ahol nincsen rendes termőföld, ott mondjuk ilyen típusú élelmiszert előállítani, azt mondom, hogy még mindig jó, mintha nem lenne mit enni. Ma Magyarországon csak azért, hogy ugye ez a profit, tehát óriási mennyiségről lehet, ilyen nagyon kis területen, de óriási a beruházási igény is. Tehát ez azt mondom, hogy nem térül meg, ahogy nem beszélve, hogy ez egy mennyiségi érkezés, de abszolút nem a mennyiségi kategória. Tehát lehet, hogy megeszünk belőle sokat, de valószínűleg többet ártunk az egészségünknek, mint használunk. Hiszen ezek az a termesztő berendezésekben nem engedhetik meg maguknak a gazdálkodók a rizikót. Óriási a beruházás, tehát mindenképpen megelőző preventív védekezést kell folytatniuk, ezért óriási a vegyszeres nyomás is. Tehát nagyon-nagyon sok vegyszert használnak. Már tudom, hogy egyre több fóliában van biológiai növényvédelem, ami azt jelenti, hogy hasznos ragadozókat vonnak be, viszont a góba betegségek ellen nincs más védelem. Tehát innentől kezdődve is már kicsit fára van, tehát nagyon-nagyon előleges úgyhogy egy kicsit a talajai termesztésből, hogy bemenjünk a talajra, tehát ez biztos, hogy nem fenntartható egyébként is, mert itt a végeredmény több literes paradicsom, ami szépen is húzatnak le folyamatosan, és akkor folyamatosan a költözelő lehet szedni, leszedik félig szörben, és majd beérjük a talajból. Már pedig én azt gondolom, hogy hosszú távon, ami fenntartható, az mindenképpen a egészséges termőföldnek a megtartása kell, hogy legyen. Mert egészséges
szegény és sokkal jobban érzi magát. Tehát egészen innen indul el az egész folyamat. Akkor nem lesz beteges, vagy ha jön is egy bombás betegség, képes lesz kinőni. Ez pont ugyanaz, mint amikor mi vitaminokat szedünk, vagy egészségesen táplálkozunk, és akkor nem betegszünk le. Ez ugyanúgy igaz a lényre is, hogyha megfelelő minőségű földben van, és megkapja azokat a dolgokat, amelyek szüksége van, akkor egy jóval egészségesen nőni fogunk kapni. Arról nem beszélve, hogy maga a talajban egy annyira nagyon-nagyon friss tudomány már, hogy az 50-es években kezdték el csak igazán mutatni, azon, hogy a mikroszkopikus világ kezdett egy kicsit láthatóvá válni, és még mai napig mutatják és nem értik az összes folyamatát. Tehát én azt gondolom, hogy kár ennyire bekézeltnek lennünk embereknek, hogy mi tudunk találni egy különbözően növényeket hozzáni, mert biztos, hogy nem. Tehát a talajban olyan komoly mikrobiológiai folyamatok mennek létre, aminek még csak a felszínét kapirgáljuk, hogy itt olyan szimbiózisok vannak baktérium, a növény és a talaj között, amik biztosítják azt, hogy gyakorlatilag folyamatosan kapja meg a tápanyagot, meg a növénynek is meg kelljen dolgoznia érte, és pont ez lesz a mikroelemnek a felgyorsulása egy szabadföldi zöldségnövényben, ami a kertetekből kikerül, és a mikroelem az meg már egészen bizonyított tény, hogy az egészségű megérzésében mennyire nagyon fontos. Gyakorlatilag a mennyiségi éhezést folytatunk. És akkor egy kicsit a talajról még. Tényleg egy részem. A talaj élet ugye egy nap talaj van, ami egy hanyányi dolog, akár egy milliárd baktérium is lehet. A talaj, hajlamosak vagyok úgy kérdezni, mert ez volt, van, lesz. A talaj nem más, mint attól talaj a valami, hogy az egy élő dolog. Olyan brutálisan élő, hogy abban egy napban is akár egy milliárd baktérium lehet. Ez különbözteti meg a sivatagot attól, ami itt kint van előttünk, hogy dugig van élő szervezettel. És ez az élő szervezetet bizony életben is kell tudnunk tartani, és ennek nagyon-nagyon fontos része a fogelbeszélni a talajtartás. Legjobb esetben egyébként az erdőben egy milliméter egy év alatt fejlődni a talaj. Tehát nem véletlen, hogy igazából sokkal jobban kellene óvnunk annál, mint amit folytatunk, mert például, amikor így belvízben állnak a felszántott talajban, ahogy most itt látszik a környéken, akkor az egész talaj életnek ott az a felső harmada teljesen kihal. Hiszen a mikrobák, azok oxigén, az főleg a felső talajrétegben lévő mikroorganizmusok, azok oxigénus állapotban tudnak működni. Amikor telítődik vízzel a talaj, akkor ugye a felső rétegből gyakorlatilag kihal a mikroorganizmus. Természetesen amilyen, tehát egy nagyon gyors folyamat, hogy gyorsan tudnak felszaporodni, csak ilyenkor szoktam mondani, hogy a szántás is. A szántás az egy igazi nagy gyilkosság, mert amikor megfordítjuk a talajt, akkor felszínre hozzuk azokat a mikroorganizmusokat, akik anaerob körülmények között érzik jól magad, azik oxigénmentes helyeket, és levisszük oxigénhiányosba azokat, akik az oxigén túls helye. Tehát gyakorlatilag, amikor megfordítjuk a talajt, akkor csinálunk a legjobb gyilkosságot. De természetesen nem azt jelenti, hogy a talajt nem kell mozgatni, mert a levegőszűrés ugyanolyan fontos. Tehát az, hogy ez az örömőzés, erre mindenképp figyelni kell, de a forgatás nem biztos, hogy elmegyek a választás. Tessék? Fogom mutatni például ásóvillat, mindjárt majd mutatom is. Az ásóvillát, mert a talajtakarással nagyon komolyan ki lehet küszöbölni a szántást. Természetesen most nem szántott gondolok, de akár szántóföldi körülmények között is meg lehet ezt valósítani. Talajvédelem. Kérdezlek még benneteket, elmentek a természetbe, láthatok-e már takaratlan talaj? Olyan fekete földet, bárhol, még egy fehér erdő alatt sem, mert ott tűlevél pedig. Tehát amit az ember kitalál, az egy teljesen természetellenes dolog, hogy nem ígyunk van arra, hogy feketén lássuk időnként a földet. Legnagyobb ez ilyenkor is még az UV is, gyakorlatilag láthatjátok, viszi a szél, szárít, tehát igazából semmi, de semmi előnyünk nem számít belőle. Egyedül az, hogy hát van egy idő, amikor még így használjuk, így fogjuk meg, most fekete, belevettünk egyféle növény, hadd szóljunk, aratunk, újból, fekünk, ugye, tehát megvan erre az a ritmus, de alapvetően nem természetes ez a ritmus. Ezért kísérleti körülmények között a talajtakarás
azt valahogy kóborni kell a földnek. Ugye erre szoktam viccesen mondani, hogyha oda pakénám, ahol lennék, akkor gyakorlatilag már majdnem bezárulna a kör, de mivel nem ezt a módot valósítjuk meg, hál' Istennek azért ebben a sűrűség számban ez egy komoly problémát jelentene. Innentől kezdődően, hogyha elviszük valamit a földtől, akkor vissza is kell venni. Mert ugye ahol működik a kör folyamat, ott ez nem probléma. Tehát hogyha a mező kint legel a bocika, akkor ugye ő oda trágyázik, és akkor ez rendjén is van így. Viszont azon a helyeken, mint ahogy mi is folytatjuk a mezőgazdálkodást, itt mindenképpen három-négy utánpótlásokra kell tenni. Ugye a másik az nagyon fontos a talajozítás, amit mi mondta a második világban, azt meg lehet mondani. A negyedik nagyon jelentős a kemikáliáknak a mellőzése. Gondolok itt a gyógyítószerekre, a műtrágyákra. Ugye a műtrágya a só. Tehát egész biztos csodálatosan szép eredményeket lehet vele elérni, nagyon hirtelen ugye olyan oldatban van, iónos formában, ami kapásból a növény szívja, megkapja, szuper, amit éppen a növény nem vesz be, az már is lekötődik a talajba, és só formájában ott marad. Nem így van egy jobb választáshoz, nem kell tudnunk a talajnak a megőrzésére. Ugye a tápanyagtartalom adottunk csökkenni, a túlzottan öntözünk, és erre érdemes odafigyelni, hogy az öntözés szép dolog, jó dolog, de már a régi paraszt is tudta, hogy lehet, hogy igazából jó kapálás kell. És nem víz kell a növénynek, hanem az, hogy egy picit fellazítsuk a talajt, és oxigénnel kerítődjön föl, mert a növény az sokkal többet ér, mint hogyha állandóan csak spicsában van rá víz. Mellette a növény elvizéssel logikusan elvizni a csökken, tud nőni a tárgyanyagtartalom a jó képelmozódása, ami nem jelent más, mint attól, hogy baroltatunk. Szeretem is mondani, hogy senkinek ne legyen tudat, akinek hűve van, most egy biológiai felhalmozódás folyik. Tehát ugye az ilyen területeken, én mindig mondom, nem baj az, hogy most az emberek megkerülik a földeket, mert lehet, hogy egyszer majd még szükség lesz rá, és jól fog jönni, hogy ilyen sok szép hüves terület van szerte a város országban járunk. Tehát ez gyakorlatilag egy kihentetés a talajnak, és a természetesen tárgyázásra tudjuk ezt, akár növényi tárgyázásra, akár állami tárgyázásra. Talajtakarás. Talajtakarás, hogy csúszik meg a dolog. Nagyon-nagyon sok folyamattal lehet talajt akarni, akár szintetikustól a teljesen természetesig. Természetesen én a természetes anyagok hívő vagyok, de én is ismerem, nem tudom, hogy az agroszövet mondta itt valakinek valami, de például ez egy műanyag, nem kimondottan ez a fekete fólia, hanem egy szőt műanyag, azon 10 éves UV-állósága van, nem szakad, tehát ez egy egészen jó dolog, de nem túl jó a talaj élet számára a műanyag, mert ugye alatt a felmelegedik a talaj, alatt a keményedik a föld, tehát sokkal-sokkal jobb azok a mulcs típusok, mint például amit ott látok, például a szalma vagy a széna. Miért is jó talajt akarni? Egyszer azért, mert hogyha talajt takarjuk a talajt, akkor nem védjük például a hirtelen lezúduló csapadéktól. Ezzel együtt már növényvédelmet is folytatunk, mert képzeljétek csak el, a legtöbb borság ugye a talajból jön a növényekre, főleg a gombák és a baktériumok ott pihengetnek. És nagyon sokszor az van, hogy jön egy hirtelen lezúduló csapadék, ugye leverődik a földre, és a földről visszaverődik a növénynek a leveleire. Ilyenkor nem is látjuk, de mikrosérülések lesznek ettől a sártól a növények, amik megindítják a kezdeti fertőzéseket. Ugye, hogyha le van takarva a talaj, és ez a szalmával érintkezik első körben, vagy szénával, akkor ezek szépen átcsúrók rajta, és úgy éri a talajt aztán a csapadék, és sokkal mélyebb rétegekbe be tud szépen tud hatolni, mellette pedig a növényre könnyen is teljesen visszamarad. Ezen kívül nagyon hasznos a talaj élet számára, mert a talaj élet ez egy ilyen nagyon jó nedves körülmények között érzi jól magát. Amikor lerostáljuk a komposztot, és valakinek megvan az a finom, puha, illatos talaj, ami tényleg ezekkel az óriás szemcsékkel van, kicsit ragadó szemcsékkel van egy átítatva. Ugye az az, amikor a talaj abban érezni igazából legjobban magát. Na most, hogyha nincsen takarva, akkor azért tapasztaljuk, hogy öntözünk, felkeményedik, megkapáljunk, öntözünk, felkeményedik, jön az eső, stb. Ha le van takarva, akkor ott gyakorlatilag ez teljesen megszűnik. Meg lehet spórolni legalább három öntözést, mert a talajtakaró mérget nem
nem szárad ki a talaj olyan gyorsan. Szép mély rétegekben is lemegy ugye az eső, nem tömörödik úgy össze a talaj, és hát ami nem utolsó szempont, hogy egy helyben komposztálást is folytatunk, hiszen ahogy hal el a mulcs, ott folyamatosan szépen komposztálódik. Lehet egyébként fel nem magzott dolgokkal is nyugodtan találtakarni, semmi akadálya nincs, tudom, hogy első körben nem annyira esztétikus látvány, de egyébként teljesen természetszerű. Így az ember ott hagyja gyomokat, és amikor higgyétek el abban a szent pillanatban, hogy ti kitaláljátok, hogy gyomokkal akartok találtakarni, olyan gyorsan elkomposztálódik, hogy csak na, addig mindenki küzd a gyommal, azt kitalálja, milyen jó a gyom, felfedezi ennek azt a sárpát, és jó talajt akarok, onnantól kezdődően nagyon gyorsan el fog tűnni a területről, akár 2-3 hét alatt eltűnik a gyom, teljesen elkomposztálódik, hogyha lehagyják meg a földre. Természetesen egy fontos, hogy lelátszunk róla a földet, na, hogyha úgy húzgáljuk a gyomokat, hogy egy jó nagy igazi eső után, és akkor eldobjuk, akkor azért elég szépen visszatállt egy egyesre, de mindenképpen akkor meg most kivitelezni, amikor megtudjuk róla a gyomással is. Hát, aki nem szeret kapálni, annak meg ezt tudom még nagyon erősen értét felhozni, hogy ugye a talattakarással megszűnik a kapálásos műsor, hiszen nem szükséges továbbiakkal kapálni a növényeket. Mit hagyom ki? Igen, megtartja a hallgatott esőt, csökkentje a károgást, gyakorlatilag még egy kicsit segít abban is, hogy nem elhegyen túl, hogy nem jön le a talaj. Tehát, hogyha nagyon hűlünk a gazdás, akkor még ebben is tud segíteni, hogy egy kicsit eszűsít a fogó és járvány a törvények között tartja a talaj. Nagyon érdekes volt, pont az a két, ami az a tagazdaságra készítették, készítettem, és abban az évvel, hogy nem úgy tűzik is sárgazd a találkozni, és következő évben az egész területen borsóföld lett. És ott, ahol ez a rész volt, ott másfél felekkorában jött a borsó. Meg lehetett mondani, hogy ilyen csíkkal bele lehetett húzni, hogy hol volt előző évben talajtakarás. Tehát olyan nagyon-nagyon látszódik az, ahol tényleg folyamat a talajtakarással dolgozunk, hogy ott van egy tárgyanyag felszakolódás. Hiszen ha a mikroorganizmusok egyfolytában tudnak dolgozni, és nem az van, hogy időnként túlnedvesedik a talaj, és azért döglenek ki, vagy túlszárad a talaj, és azért döglenek ki, akkor ők folyamatosan szépen az ásványi anyagokat bontogatják a növény számára, feltehető formába, és biztosítják a tápanyagellátást. Tehát, hogyha ők tudnak dolgozni, akkor a növénynek is van kaja. Jó? Tehát ezért érdemes ezt meg. Így megállítanás, mert nem mondtam. Csináltam ezt a talajtakarásos módszert, pontosan ezen dolgozom, hiszen azért az internetről is mindent felolvas az ember, és az az akkor gondolom vele, hogy az égélyesben, hogy én szeretem a tiszta az a kertet, úgy mutatkó látszik, hogy ez a paradíz, ez a borsó, stb. És közé nyomtam földjelben, mert van egy érdekes téma, az egy nagyon mondorító idézőjelben, kukoricacsúvéja, stb. Igen, ám, de amikor a klassz esős idő volt, már még Békés Csabán tavaly is elég sok csapadék volt, akkor közte kezd nyomni az új csont. Ha történetesen nem tudom kapálni, akkor nem mit kezdem, hiszen hát ez hülyeség, ahogy nézik, mikor ilyen vastagon ott van. És csak ilyen egy idő után, akkor hogy a fenébe tart? Ha valamivel feltermetezem, már pedig én nagyon ellene vagyok a vegyszernek, akkor ugye, hát csúnya meg. Persze. A kérdés nagyon jó. Már is a kukoricacsúvének érdemes többféle anyagot használni, és a kertben rendelkezésre is állsz. Mi lesz a lényeg? Az, hogy minél jobban zártam fegyen. Ugye a csúné az eleve nem tud annyira, tehát azért az a költ maradt hely, ahol egy kis fényhez, levegőhöz juthat a gyom is. De ez mindenképp meg fog történni, amit te most mondtál, hogy egy idő után elkezd följönni a nyom. Amikor elkezdjük látni, hogy nyom jön föl, akkor kell új borrát akarni még. Tehát első körben érdemes, nem is tudunk nagyon többet, kiültetjük mondjuk a paradicsom palántákat. Logikus, hogy mikor elvettünk, inkább mindig
kerülő bocsánat. Tehát vetünk. Amikor vetünk, nem takarjuk a talajt, mert akkor valószínűleg a sárkányban nem fogjuk kisorolni. Maximum, de az is veszélyes, hogy azt mondjuk, hogy akkor a sor közöket, és akkor hagyok ennyi stabil helyet, hogy tuti nem takarja be, de jön egy nagyobb szél, és akkor azért az problémás lehet. Tehát én azt szoktam mondani, hogy na arra a pici időre egy kis fekete földet érdemes csinálni, amíg megvárjuk, hogy kisorolnak a zöldséget, látjuk világosan. Logikus, hogy a kellő zöldségeket se fogjuk oda mellé rátakarni egy 30 cm-es húcsal, mert egyébként ott kezdődik a talajtakarás, hogy 30 cm. Úgyhogy jó is, hogy ezt fölhoztam, akkor legalább beszélek róla röviden. És elkezdünk egy akármelyikrát elvél a növény, vagy amikrát elvél a palánka, mert a palánka sem bírja, hogy kiültetjük ekkor, hanem akkor ugye felé lehet betakarni, de ez nem díjazzerű sem a napitakarni. Jó, elkezd nőni, nőnök jobb is, újból ráteszünk egyet. Tehát minimum azért egyszer minimum ismételni kell, de lehetnek olyan évek, ami csapadékos, gyorsan fogjuk a mulcs és a van eső, hiszen szeretnék rendességet a mikroorganizmus, mint mondtam, és a komposztba is hogy dolgozik, akkor gyorsan bomlik, és innentől kezdődően rá is kell halmoznunk mindig. És elkövetek az, hogy ami keletkezik a kertbe, elsőnek mondjuk rátettünk szalmát, vagy szénát, akkor utána jönnek a gyomok, innen-onnan esetleg még azt is felfektetjük, akkor, hogyha vágjuk szépen a füvet a kert egyik helyein, akkor azt is felfektetjük, tehát ezt meg lehet valósítani. Friss fű, mert ilyenkor mindig jön a friss füves történet. Nem lesz az a üdvös. Én évek óta talajtakarok és friss füvvel is akár. Egy a lényeg, hogy nem szabad a friss füvet vastagon tenni. Mert valóban, én már mondottam, hogy én mire notorikus vagyok, hogy Budapesten képes vagyok zsákokból összegyűjteni, amikor kiteszik zsákosan, és valami belekszik benne, én még azt is viszedem. Az nagyon üdvös, tehát azt találom. De még az is kibír száradni. Tehát még az is kibír száradni, az a nagyon fontos, hogy vékonyan kell. Tehát a friss fűnél le lehet vele talajt akarni. Két fontos szabály van. Az egyik az, hogy nem teszünk közvetlen a növény tövére, mert égetel. De nem fog égetni, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy úristen a növény összeég tőle, hanem azt csináljuk, hogy itt van a kis paradicsomtőnk, és logikusan egy tányért kihagyunk, hogy nem fogjuk kapás alatt tövére rakni, és szép lazán ott elszórjuk. A fű konkrétan egy vagy másfél nap alatt gyönyörűen leszárad. És ha egyszer megszáradt, akkor utána már érheti víz, mert már nem úgy fog beindulni benne a folyamat, mint akkor, amikor még nedvesen megindul benne gyakorlatilag nem a rendes komposztálódás, hanem az ammóniának a felszaporodása, amit a utáni szagot hozza benne, amikor gyakorlatilag ilyen nyúlóson elkezd robbanni. Jó, tehát nyugodtan lehet füvvel is talajt akarni, csak első körben nem túl vastagon szabad elszórni, hanem ilyen szép vékony rétegbe, és hát tényleg oda kell figyelni, az nagyon csapadékos az idő, akkor még vékonyabban tényleg csak széthinteni a kertbe, és utána akkor az úgyis ott elkomposztálódik. Mert ha valaki ilyen vastagon oda kiszórja, az tudja, hogy az jól és nagyon súlyos lesz. Jó, tehát és ez nagyon fontos, hogy akkor csak vékonyan. Akár lehet akarni egyébként mindenfélével, én a borosján levéltől kezdődően a fenyő és a tujjáig bezalak mindennel napadva. Egy a lényeg tény, hogy az örökzöldek savasítanak. De nem olyan mértékben, tehát most úgy kéne elképzelni, hogy mintha most állandóan csak azzal talajt akarnánk. Tehát lehet úgy is csinálni, hogy fogjuk, és akkor apróra vágjuk, és az is egy része a talajtakarásnak. Tehát, hogy van benne fű, levágom a tujákat, összevaglosom, az is rámehet. És hogyha ügyesek vagyunk, még lehet esztétikus is, mert hogyha a tetején van a fű, akkor konkrétan azért még jól is tud kinézni, vagy hogy a tetején szalma van. Az meg, hogy alatta esetleg milyen rétegek boglanak, az meg csak én tudom, és az meg nem látszódik kívülről. Tehát nagyon-nagyon sokféle dologgal lehet, akár még a mondatén is jó. Ugye a diófeleké azért nem, mert tartalmazok olyan anyagokat, amik csírázását kapással vannak, tehát az nem igazán jó kapásdolgokat törvények körül. De diófeleké is mehet a fókuszba, csak mérdékkel. Vagy a szülőt lehet fokozni, hogy volt az egy előadásra, hogy csak ezt a jófa, 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 a
Pontosan. Tehát, hogy megint fel van nyugodtan lehet. Szilva, körtelevél, stb. Pontosan. Hát most az a lényeg, hogy melyik a mennyiség. És a Diófa levél pont csináltak egy kutatást, hogy nézték, hogy hogyan kell ki a mag a Diófa levél kompózból x éves elteltével. Pont még hallgatlan egy kimondott egyórás szerintem egyben sorokos előadás erről. És a második évben még volt egy ilyen 20%-os hatásos rávetésben, a harmadik éves komposztnak már gyakorlatilag semmi. Tehát abban gyönyörűen kisorolt minden. Tehát, hogyha 2-3 éven keresztül ott forgatgatva van, rostálgatva van, és ezt most kimondottan csak diófalevél komposzt volt, tehát nem vegyesről beszélek, hanem önálló diófalevél. Ha már vegyesen van, ez a hatás, akkor érzitek, hogy mennyire elfogult. Mondok el egy érdekes tapasztalatot. Fekete szedett kerítésben van a változatokat, és az egyik részén csak azt tettem össze, hogy ilyen vastagon a talajra, diófa levelet, semmi más. És kétszer annyi termés volt következő évben, mint a ugyanúgy nem volt ott se, ám egyenlek voltak a feltételek, és a diófa levelet. Nyilván azt összekeverettem tavasszal, de eszemben, hál' Istennek ezek a mennyiségű. Ez a sima szálló fekete szedel volt. Gyakorlatilag, és itt a talajtakarás volt az, ami igazából győzedelmes kerek. Tehát ugye folyamatosan a helyben volt komposztálás, nem volt akarva a talaj, tudott a talajjelent működni, rengeteg tárgyalmi felszabadult a szedel ötölteni, tehát körülbelül erről van szó, és mint mondtam, a csillázás látója, tehát ami nem a szedelnek valószínűleg sokkal mélyebben rendelkeznek a gyökerei, mint mondjuk az most kimondottan zavarnák. Az rátolja, mondjuk, hogyha a sárgalémák szeretnék feledkezni, mint abba vetni, akkor az már problémás lenni bele, hogy is megyük, ahogy elég a termikus. Tehát ez akkor egy kicsit gondolkodni lehetne, de így abszolút nem volt. Hogyan tudunk tápanyag tartalmat javítani? Egyszer zöld tárgyát adni. A zöld tárgyat azt jelenti, hogy kimondottan az érdekünk el egy növény, hogy utána ilyenek a tárgyúsára, az alsó kéten látjátok a gyönyörű szörösorban felvilágzott húsárokat, ami azért nem egy normális állapot, mert nem eleket tegyen, csak valaki szép. De hogyha húsára a zöld helyetünk, akkor még virágzás előtt jóval beforgatni a hajba. Érdemes lenne kicsit utána olvasnotok és elmélyedni benne, mert sok hasznot hozhat a zöld tárgyázás. Például akár, amikor már összekinnek a növények, és nincs ötletünk, hogy mit tegyünk a földbe. A mustár betömnek hihetetlenül olcsó, tehát hogyha sikerül valahonnan nagyon jól szerezni, nem csak a betömnek boltostól azt, ami jó mustár még tárulnak, jó fényért. És gyakorlatilag a szobjátok elvetitek, még csak be se kell forgatni, egy kicsi gerelmével meg van húzkodva, a mustár aztán nagyon igénytelen, kikelt, és a nagy téli fagyokban fagy el csak. Nagyon vicces volt, mert tavaly előtt ősszel mindenkinek elmondtam a mustárt szerte ország a városba, és mondta, hogy el fog fagyni. Hát nem fagyott el, hanem tavasszal, de ekkor a zöld mustárt kellett mindenhol beforgatnunk. Idén elfagyott mindenhol a mustárt, mert ez az érdemes esetérős a tavalyi volt. Tehát, hogyha normális tél van, akkor télen elfagy a mustár, és gyakorlatilag mint egy letár van a földön már csak, és mire eljön a tavasz, addigra már egy teljes nevszerűen hagylegeredét az ember vagy beforgatja. És miért is jó nekünk a mustár? Tápanyagot szolgáltat, takarja a talajt például téli időszakban, mellette pedig fonálféleg gyérítő hatása van. A fonálféleg egy nem túl kedves lény a talajban teljesen számunkra láthatatlan, de ha valaki látott már szakállas répát, amikor a répának össze-vissza állnak a gyökerei, és nem attól, mert egy jó munkörű tekeredet, hogy látszik, hogy ilyen teljesen fontos gyökérzetű lesz, na az már például mutathatja. Aki látott ilyen a saját kertjében, akkor most lát már most mondom is érdemes, mert akkor ott már viszont az elvégeknál közöttség van. És azért egy dolog, hogy mondtam egy kicsit, hát a lótetőt is egy picit szól, azért a lótetőt nem fog tőle marhára megvilladni, de mivel ilyen ciángázokat bocsát ki a gyökere, azért ezt nem annyira szeretnénk a talajlakó károsítók. Hozzáteszem, a hasznosok sem. Tehát ezt sose lehet tekinteni ezeket az ügyeket, hogy kiírjuk a táblára, hogy a hasznos irányja a károsító meg elszalad, hanem azért egy vegyes történet, de mindenképpen hasznos a számunkra. Aztán itt vannak a pillangós növények, bab,
szerint manapság van a helyeknek nem újra. Tehát gyakorlatilag a kertünkben van fél év a korsó nagyon hasznos, mert akkor ezek a növények megtudik a levegőből származó nitrogént, és leviszik a talajba. Így egy kicsit a talajnak a nitrogén tartalmát emelik, míg a nitrogén pont azért felelt, hogy szép zöld növények legyenek. Tehát ha valaki korsó magot vett, oda érdemes van levélzöldséget utána abszolút tenni, akár gondoljatok itt a spenótra, a családra félik, ez mindenképpen hasznos. Aztán a komposzt, egy nagyon nagy dolog, mert mindjárt jön jelenése, ez egyik az is állókája, hogy növényben utalni a talajt, tehát a növényi leveknek, a növényi levek nem csak növényvédelemre jó, hanem nagyon sokszor akár a családra gondoljatok, tárgyalunk átmódunk be is. Egy kicsit a komposztálás, a kikomposztál a csapatból, de szeretnének lehetnek a fölön. Ugye a komposztól azt mondja, hogy szokták elkezdeni legtöbbször, hogy azon, hogy ilyen emberekről összeállják, és akkor majd egyszer csak lesz vele valami, és miért nem lesz belőle soha semmi. Hát a komposztól ezért foglalkozni is kell. Méghozzá a komposztálásnak a legfontosabb azt mondom ismérve az, hogy olyan mikroorganizmusok dolgoznak a komposztban, akik levegős környezetben érzik jól magukat. Ez az egésznek az alapja. Tehát ez a komposzt forgatás, nem véletlen mondják az okosok, hogy forgatni kell, mert ha kimegy a levegő a komposztba és összetöbörödik, akkor megáll benne a folyamat, vagy kiegyezni, de lassul. Ugye elkezded összerakni az egész komposztot. Ha 100-100 kilét fogtok olvasni, de nekem az a tapasztalatom, és ezt könnyen meg is szokta mindenki érezni, hogyha a fele arányt meg kell egy egész évben tartani, hogy a fele zöld, a fele pedig száraz, ugye ez a nitrogén és a szén aránynak a megfelelő kombinációja, akkor nagyjából célt fogunk elérni. Ugye zöldnek hívjuk az almacsukát is, tehát minden, ami ez a medves, ami várható, hogy rohadni fog, a friss fű, ez mind ide tartozik. Aztán a másik a fa levél, a gajak, az ága, ez a szél, a mészáras, kukorica levél, a csutka, azok mind-mind megoldott, azért ezek a nehezen bódó dolgok, viszont ha csak ilyen vizes dolgot teszünk bele, akkor indul ez a fűzős ammóniás folyamat, ha csak szárazat teszünk bele, akkor meg azt látjuk, hogy nem akar történni semmi. Na szóval a kettőt nem értem, hogy azért egy 50-50 arányban, tehát egy 50-50%-a mindenképpen érdemes jól összetenni, és egyébként ez a konyhai hulladék mehet, az aztán maradék, az nem tanácsos. Ugye az már fertőzés, tehát a hús, a főtt tészta, tehát ezek a dolgokat nem ajánlatos komposztba tenni. Egyébként nem is azért nagyon csöndesen mondom, mert ez most tönkreteszi a komposztot, sokkal inkább az egér a patkánynak a megtelepedése, a bűzösség, és esetleg a fertőzés forrásunk. Egyébként lekomposztálva nincs. A tojás nyugodtan mehet. Van ez a sztereotípia, ezt is most gyorsan eloszlatom, narancsétitrom, így nyugodtan mehet a komposztba. Tehát azért szokták azt mondani, hogy nem, mert hogy vegyszerrel van kezelve a léja, és ugye akkor az ott a mikroorganizmusoknak nem jó. Erre meg én azt mondom nektek, ne sértődjetek meg, ha már beviszitek a szervezetetekbe, akkor már nehogy a komposztot sajnáljuk. Tehát ezért én már kicsit azt gondolom önkormányban. Tehát hogyha szépen az is nem ilyen nagy darabokban van, mert tényleg lassan komposztálódik le, de le fog komposztálódni azért egy tél alatt egész biztos, hogy eltűnt a narancsai citrom is. A komposztnak pont az a lényeg, hogy vegyes legyen. Ha jó vegyes, akkor jó lesz a komposzt is. Nem szabad megijedni attól, hogy most úristen keletkezett egy jó nagy adag lom, mert amit te ekkora lomnak látsz, az az első esőtől, meg a benedvesedik és összeesik, sokkal, de sokkal kevesebb térfogatot foglal el. Viszont a lomb nehezen bomlik akkor, ha nincs megfelelő nedvesség benne a komposztba, és akkor is nehezen bomlik, ha nincsen elég zöld anyag benne. Tehát mindenképpen a keverésen nagy hangsúly van, és hogyha úgy kerül bele a lomb a komposztba, amikor összeteszitek, hogy csont száraz még, mert esetleg, és mostanában szokott olyan októberben lenni bizony, amikor ilyen csont szárazság van, akkor egy bárpannon vízzel érdemes megindítani a folyamatokat, hogy egy kicsit összeessen. És utána bizony forgatni fog. Összerakod a komposztot, érzed, hogy fölmelegedett, ez nagyon egyszerű, az ember fogja és érzi, hogy forró. Nagyon jó, vár egy picit, de ha nem is nézed, hogy forró, azt fogod észrevenni, hogy összeesik. Akkor végbe ment a hőfolyamat.
és utána érdemes átforgatni, mert akkor újból beindul bennem, csak azt látod, hogy száraz középenbe döntözni egy picit, mert a hőfolyamat hatására középen kiszáradhat. Ha gyorsítani akarjuk a folyamatot, megint beöntözzük egy picit, és utána megint beindul bennem a folyamat. Ezt egy kétszer-háromszori forgatással, egy két hónapon belül, mondjuk így a téli szakadban, és szoktam mondani, hogy a karácsonyi jó kis sütik édesek után nagyon jó program lehet a pokhoz forgatás, mint a jogulás eszköz. Hát akkor érdemes korán, akár összerakjátok így október végén, egyszer így november közepe vége felé megforgatni, aztán így januárban megforgatni vége egyszer, és azt fogjátok látni, hogyha ezt megteszitek, és folyamatosan nedvesen is van tartva, ha hó esik rá, az már egy nagyon jó, az a legjobb, hogyha a hóba kerül. Akkor ilyen április környékén, amikor szeretjük már a zöldségnövényeinket, mint már kint látni a földön, és már gondolkodunk a paprika, paradicsom, palántákon is, elkezdjük rostálni, 50-60% a komposztálható minőség lesz. Ezért itt áll a három felelőssége, hogy gyakorlatilag egy tél alatt a komposztnak az 50-60% a végtermékét tud fejlődni, ha valaki ilyesmit csinálja. Tehát nem kellett, de tudom, hogy emberek már azért felnek a komposztásban, mert évek óta, hogy csak van egy sarokban, és meg gyűlik, és sosem szóval semmi, forgatni kell. És a forgatás nem olyan nagy, hogy így gondoljátok, tehát én egy ekkora halmot, itt a 60 kilómmal elforgatok egy délelőttal. Tehát nem egy, hogyha nincsen átházmány, a tigma átházmány, vagy egy szép napfagyra, akkor úgyse tudod forgatni. De hogyha ugye nincsen átfagyva, nem nagyon vizes, akkor pillanatok alatt meg lehet forgatni. A vizesek volt írni kell egy férfi ember, azért meg kicsit biztosabb. Jó? Itt bármint. A két darab komposztáló lényeg azért szükséges, hogy legyen A-ból B-re forgat, mert legyen idő az egyiket megtenni. Itt az ásó villa. Komposztáláson van-e valami kérdés? Ilyen embió, vagy ilyesmi használata? Ismerem, kutatásban is használtam, nem rossz dolog, de ha valaki jól tartja a komposztját, és van folyamatosan olyan, amivel visszaoltja, akkor szerintem teljesen fölösleges az érdemes anyagok bevonása. Tehát indítani jó, de én azt gondolom, ha valaki tud úgy, tehát folyamatosan komposztál, akkor indítani lehet, hogy a régi komposztból beleforgatunk egy picit ahhoz, hogy az ott lévő mikroorganizmusokat már előbe bevegyük az új komposztba. Ugye az MBO pont erre szolgál, ugye ez egy készítmény, amiről most beszélünk, pont az a cél szolgál, hogy ezek a babánál vannak azok a mikroorganizmusok. Tehát nem rossz dolog, de ha valaki ügyesen csinálja, és ugye ma azért igyekszem az átrendszert erősíteni, akkor maga is meg tudja oldani azzal, hogy egy fogja, és azt a komposztot, amit lerostál, ugye ezt logikusan viszi, mert az a szent föld, azt viszi a kedvenc növényeire és a muskátira, de aminek fennmarad, abban is nagyon sok mikroorganizmus él, azt viszont bekeveri a frissbe is akár, és akkor az beindítja abba a folyamatokat. Ez így kielégítő volt? Trágya. Ugye, és a trágya azt a kivonatot is már a trágyát. Ugye azt hívhattam, hogy a komposztot nem forgatjuk be a földbe, tehát a kiutatásról nem beszéltem, amikor a komposztot kiszórjuk, akkor a föld felszínen hagyjuk. Mert egész ideig arról beszéltem, hogy olyan mikroorganizmusok élnek benne, amit levegős környezetben érzik jól magukat. Hát annyit fogunk csinálni, hogy oda tesszük szépen a paprika tövére, így a két maréknyit, és maximum egy picit begedegyézgetjük, és csokoládét. Semmi más nem kell vele csinálni. A komposztot az a legnagyobb hiba, amikor valaki beássa. Jó, ez nagyon-nagyon fontos, mert a komposztot nem lássuk be, hiszen pont olyan mikroorganizmusokkal van tele, amik azért úgy élnek, hogy levegős környezet van beáson, pont ott meg fognak bömleni. És a komposzt nem attól jó, mert dugik van tápanyaggal, hanem dugik van élőlényel. Értitek? Tehát az élőlényeket beviszem, beoltom a talajunkba, amikor tovább szaporodnak és bontják tovább a tápanyagot. Tehát nem az a lényeg a komposztnak, hogy húvaba kimutathatóan ennyi nitrogén, ennyi kárium és foszfor és cink és minden van, hanem az, hogy ez egy óriási élő szervezet, amivel gyakorlatilag beoltjuk a talajunkat, hogy ott egy kicsit megindítsuk a folyamatokat. Ezért nem igazán ajánlott beásni. A tárgy egy másik új, amit most szeretnék eltűnteni. Az istávok tárgya pont ellentétesen működik. Azért megvan, gondolom mindenkinek fejbe, hogy
nagyapáink is már takargatták a tárgyát, összehangozták minden nagyobb halomba, és nem egyszer valami bele is volt takarva, mert ugye a tárgyának az érési folyamatai, azok meg pontosan levegőmentes környezetben lennek végbe. Nem véletlen az sem, hogyha a tárgyából a hirtelen szökő ammónia, nitrogén, az gyakorlatilag, ha nincsen kapásból beforgatva, akkor elszökik a levegőbe. Innentől kezdődően, hát adtunk a levegőnek is nitrogén, de a növénynek meg nem sok marad belőle. Ezt olyan szintig higgyétek el, hogyha valaki most istállós tárgyát vesz, és fogja és kiteríti a kertbe, és úgy dönt, hogy majd 3 nap múlva megy visszatásni, akkor a nitrogénéknek a 60%-a elvég a mendébe levegőbe. Tehát trágyázni abszolút csak úgy szabad, hogy össze van téve halomba, aztán megnyitott talicska, oda viszed, beforgatod, és mész mindig az újabb talicskáért, és szépen úgy forgatod be. Tehát az nem szabad úgy trágyázni, hogy gyakorlatilag kiteríted az egészet, és akkor apu megy heteken keresztül, és akkor ássa, ahogy éri, ugye kinek milyen kondia, betegség és egyébek megvannak fel. Tehát mindenképpen ez csak inkább kis darabokat bevenni, és úgy beforgatni a tárgyát. Ugye ismerő tárgyázni általában ősszel szoktunk, homokon lehet tavasszal is, mert homok gyakorlatilag úgy kiszívja, megeszik, hogy észre se veszünk. Viszont a 20-ezért erősen talajokon, kötöttel talajokon érdemes inkább az őszi időszakra kiütött, mivel az érési folyamatok akkor jobban megvalósulnak. Ugye nem csak tárgyalnak az istálló tárgya, hanem javítja a szerkezetet is. Ugye az a jó tárgya, ami azért már, hát ami már nem szalmás, vagy még látszódik is a szalma, mert azt gondolom, aki igazi istálló tárgyát látott már, nem a marha tárgya, a zsákos kifitelő története, hanem azt, amit tud kapni falunk, és akkor oda legyakozzák az emberhez, azért ez nem az szokott lenni, hanem ott még az időként lehet látni benne mindent egybe, ugye az még a nagyon éretlen. Az a jó, ha már legalább addig érdemes mindenképp érdelni, amíg a szalmaszálak az alomból szabadékonyá válnak, az a minimum, amit el kell érni addig, hogy lehessen beforgatni, jó? De nem tragikus ez sem, mert ha valakinek nagyon kötött a talaja, akkor nem annyira problémás, hogy esetleg fél éve trágyát tesz bele, hiszen azok a szalma szálak, meg azok az elemek még tudják egy nagyon kicsit a szerkezetet lazítani. Tehát nem istenellenes az, hogy valaki nem teljesen éves trágyával dolgozik, csak akkor tudja azt, hogy ősszel érdemes beforgatni, és tényleg már azért addig eljussunk el, hogy szakadékonyak azok a szalma. Növényüdelek. Elég eltőlet látni fogjátok, esetleg is infraludon keltés, és hogy majd utána nézetek esetleg még jobban, hogy lehet nem csak istállatrágyával, hanem növényi levekkel is. Például öntözni. Tehát fogod, ez egy bűzös dolog már, ez bűzös, ez én nem tudom, ez a bűzös dolog. Tehát, hogy fogjátok, és ez is olyan, hogy megtudod, hogy a különböző növényeket, hogy milyen hatásuk van, és nem egy találkozó, és azt látom, hogy ott működik a legjobban, ahol ilyen lazán kezeli ezt az asszony, és van egy nagy, ilyen 200 literes hordója, és ami esik kufa, mint belekerül abban a hordóba. Egy kis csalán, egy kis fokhagy, egy kis hagyma, egy kis ez, egy kis az, és akár az tudnodó fel, hogy ami nagyon-nagyon jó, ha belekerül az a fekete madárgyű, a csalán, és csöndesen súgolod a lucerna, szép van. Na, egy nagyon-nagyon komoly tárgyanyagjavítóhatása van. Úgy is, hogyha valaki kiteszi, mint talajtakaró, esetleg elállott utcára a bárhár talajtakarásra kiválóak. De mindenkinek abszolút ajánlom, mert hozzá lehet jutni. Nincs elég, amikor szerintem elállott utcára bárhárhoz szeretnények, főleg elállott hozzá jutni. Sajnos mindig elállni egy hozzáállás. És akkor ez nagyon-nagyon komolyan tudja akár a tárgyanyagtartalmat úgy is javítani, ahogy szépen ott bomlik, meg ahogy ázik a lucerna szénából a folyamatosan a tápanyag és menne a talajba. Viszont úgy is működik, hogy a 200 literes hordó, amit mondom, és abba is teszünk egy picit, és akkor az ott elgyed. És akkor egész évben elgyed ez a lé, és akkor hogy hogyan higítjuk mindig ezt a tenni a kérés, hogy ne égessen. Hát ugye az ennyire egyszerű, hogy ezt mindenki meg szokta jegyezni, ezt így szokta elmondani, higgy kisi. Tehát konkrétan akármilyen színről beszélünk, az általában az mindenkinek megvan, hogy ilyen színről is ér, jó, hogyha megvan,
téve. Szóval, hogy ez mántában mindenkinek van, áttetsző színű legyen. Tehát lehet ez egy áttetsző barnás, áttetsző zöldes, áttetsző sárgás. Az a lényeg, hogy átlássunk a folyamatot. Tehát amikor az valahogy így kimerjük, és az egy sötét, haragos, barna, zöld, csúszimát csűrű, az nagyon jó alaplék, csak akkor tudjuk, hogy ezt úgy kell fölöltenünk, hogy már növényre öltözhető legyen, hogy akkor ez már mindenkinek egy ilyen áttetsző formájába kerüljön ki. Az a tuti, hogy azzal nem fogtok perzsálni, mert nagyon komoly oldatokat lehet így csinálni, és nagyon komoly távolnyomú támogatást. Lehet ezt öntözőként, az a legegyszerűbb, ha az öntözőkényszert ezzel oldjuk meg. B-variáció az, hogyha valaki nagyon lelkes, és az is nagyon jól tud hasznosulni, hogyha felmehetsz ezzel a lényel. Na de akkor mondanom, hogy olyan komoly szűrésen kell átesni, amit ezzel ismeri a háti szervezetnek a működés jelveit, az nagyon érzékeny az ilyesmire. Tehát mindenkinek nagyon jól átkezdődő lehet. Zölden vagy szárazon kell a vízbe belerakni? Is lehet. Tehát hogy a zölden akkor az még jobb. Még jobb. Igazából mi legtöbbször már egy bálásformában jutunk hozzá szárazon, mert akkor ezt mondjuk jól adagolható a kutatáshoz, azért használjuk ezt a verziót, mert akkor egy bálahotlan vagy kettő egy kaszálás, és mondjuk egy folyamatos állandó érték. De akinél helyben van, nyugodtan adhatja a zölden is bele. Vagy lehet zöldel használni, akár talajtokon is tudsz elmenni. A másik, hogy a növényt érheti magát a növényt, tudósolja, most már felejtsük el, hogy őrség van, tudom, de mondjuk, hogy olyan helyzetben vagyok, akkor érdemes a levélzeten keresztül, vagy csak tő? Ugye, direkt mondtam, tehát hogy az hígított és áttetszett oldat, az már az érheti a levelet is nyugodtan. Mindig azt kell érdekelni, ez egy nagyon kétélű játék. Ugye, ha nagyon komoly a légkörű asszály, mert pedig most már egyetlen olyan nyelven, amiben beáll a légkörű asszály is, ez azt jelenti, hogy a relatív páratartalom drasztikusan lecsökken, és már csak ilyen 20% körülményhozok. És még éjszakára sem jön össze, nagyon egyszerűen onnan látjátok, mert leemülnek a reggeli párák. Megint a fűvöldés már nincsen, nem vizes a cipő. És aztán az, hogy éjjel is olyan meleg van, meg nappal is meleg van, és száraz meleg. Na olyankor jó az, hogyha a növénynek éri a levelét is a víz, mert nagyon hálás lesz azért, hogy egy kis pára lesz, mert hiába van megöntözve a növény alulról, ugye szerencsétlen a meleg miatt az összes létező szómáját, légzőnyílását becsukja, próbálja túlélni azt a árnyékban nekünk csak 38-ok, amit ő 62 él meg a napon, próbálja túlélni, minden év becsukja, és azért nem nő olyankor, meg olyankor van azt élet, hogy látszik, hogy a növény is ilyen. Ilyenkor érdemes az, hogy a növénynek a levelét is esti órákban, reggeli órákban meg lehet felfedezni. Viszont olyan időszakban, amikor van pára, akkor veszélyes hüvekbe veszünk fel a hófavetegségek miatt. Tehát olyankor inkább ne érje a levélet víz, hanem akkor szigorúan figyeljünk oda, hogy csak a tövére legyen. Következőhez kapcsolódik, ez teljesen jövő, hogy én például alkalmazok olyan öntözést, hogy per palackot, meg levágom a kopóját, és akkor felássam a csőrével. Abba szoktam a vizet belönteni, egy nagyon kacvár elszívani, tehát minél mélyebbre teszem, hogy a gyökér kapja. Na most állatom kell ezzel, vagy mint én minden ötödik locsolás legyen ilyen. Tehát hát ezzel a trutyis. Ja, a trutyis. A trutyis az lehet megészíteni. Lehet az lehetesen, hiszen mondtam, hogy de ez egy hígoldat. Tehát ez pont az, ami gyakorlatilag egy folyos. Nem. Jó. Igen, ez már nem tövé. Tehát azért is mondtam, ez egy olyan, mint hogyha... Ahogy el a csal. Ez gyomot. Igen. Azért kérdezik. Nem, tehát gyomot nem fog tőle. Gyomot tényleg akkor rond tőle, hogyha túl sűrű az oldat. Akkor nagyon tud. Tehát, hogyha egyszer kilát játékból próbálni a sűrű oldatot, ráöntjük, két nap, forrázás, akkor tehát ki lehet próbálni egy tanulmit okoz, de nem érdemes. Nem érdemes, hanem tényleg ez a ilyen nagyon így oldatot csinálni. És lehet, igen, lehet kérdezni az nagyon izgalmas téma, hogy óriási mennyiségekről beszélsz, hogy mibe áztatjátok be, és mennyi ideig, nagyon egyszerű házi, ez a folyamatos készítés. Ezt én is idősektől láttam pár éve, nagyon jó kérte.
pedig nem lehet takarítani, mert azért ez egy túl kis túl, hogy ez nem tudás. És büdös is érdemes az értékot felültetni. Hát, azt nem tudom, hogy meg fogja elégetni. És gyűlik, és nem szűrődve, hanem folyamatosan fölöltött víz, de egy persze az első mire elkészül, az egy 2-3 hét, ez egy látnivalóban. Folyamatosan kavargatod is, hogy így habozzon meg, hogy oxigén kerüljön bele. Hát az egésznek, ha valaki nagyon profinak akarnál csinálni, egyébként akvárium levegőztetőt vele, és akkor még gyorsabb a folyamat, de nem tudom, valaki nagyon muszik bár, hogy csak miért van itt, akkor legfeljebb az majd ezt csinálja, de egyébként nem kell, hogy valaki egy-két keverbe csárta, és akkor ott ezt forgatható, és mindig rakod bele az új cuccot. Mert hogy ez így eltűnik bennél az ábra, az alján még egy iszap-szerű dolog fog maradni, de folyamatosan szépen öntögeted fel, ahogy kiveszed belőle, és akkor ez állandóan rendelkezésedre áll. Természetesen ez egy olyan dolog, ami minden csak nem szenved. De úgy higgyek, hogy ezek annyira élő anyagok, hogy mi próbálnánk állandóan ugyanarra beállítani, mert ugye egy kísérletben kutatás lehetne a cél, de nem bírjuk. Tehát ugyanannyi napon átéri, ugyanaz a lucernapára, vagy ugyanabbra a táplából származó nadájtő, és sose tudunk kétszer egyforma adatot, közel egyformát sem mérni róla. Valószínű, hogy itt, hogy a nadájtő és milyen fenológiai fázisban, ahogy most tavasszal nyárban őszak, mit tartalmaz, ugye itt közrejátszik a levegőbőmérséklete, szoktosan lehetne biztos sorolni, hogy mi is játszik közben. De ez itt nektek teljesen mindegy, tehát ez egy kutatási szempontból izgalmas kérdés, de akinek házi kertje van, az lényeg, hogy működjön és olcsó legyen. Tehát én mondom, tényleg egy ilyen hordó, akár kettő, ha valakinek nagyobb kertje van, akkor ezt lehet szorozgatni, lehet vele játszani, de nyugodtan lehet benne vegyesen bőkébe ott is. Vegyes kultúra. A vegyes kultúra ezek tényleg nagyon jó, hiszen jobb a felület kihasználású, talajbírtóságot lesz jó sok termésünk, viszont fontos kiemelnem, hogy hátrány is van, hiszen a növények konkurálni fognak egymással a vízért, a fényért, a területért, a tápanyagért, tehát nem mindegy az, hogy hogyan fogjuk őket összeépültetni, tehát nagyon fontos az igények. Miért is jó az a létársítás? Ilyen nagyon sok oka van, amiért jó. Egyszer az, hogy tényleg egy kis munkaszolgatásra is tud lenni egymással a különböző kutatások szerint. De ami még fontosabb, hogy termés után növekedés várható tőle, akár támaszként és talajtartóként is működhet. Támaszként azt gondolom a kukoricababpáros az egyik klasszikus, ilyen, ami a kukorica megtámaszza a babos, de a litogén kutatásra is mondtam, növényvédelmi szempontból is vannak nagyon-nagyon jó növények, például ilyen a muskák összeesetésnek, vagy akár a kapor olyan szempontból, hogy csirázás javító hatású. Tehát nagyon-nagyon sok jó növényhársítás létezik. Ezen kívül tudjuk mondani az egyes növényekért a hasznos rovarokat, például a sarkanyúkra is egy nagyon hasznos, hogy az úgy, hogy ehető, nagyon finom, de mellette aztán 50 cm-re sok távolságra
van, ugye már március elején kezdhetünk is beloptálni a nagy hóbeli formát, és nem tudja mi. Ezért március 10 környékén már vízóban el van vetve, és azért kint van már elég hamar, úgy március közepére, vagy a március elején sikerült elvetni. Ha kikártas fennom, utána elkezdhetjük vetni azokat a fűnövényeket, amiknek akkor van ott az ideje logikusan. Tehát így elkor kerülnek be azok, amiket itt márciusban el szoktunk vetni. Tehát itt van a két fennom sorom, és közé gyönyörűen behúzom a haszonnövény sorainak a fűnövényeket. Ide egyértelmű, ugye? Szuper! Elkezd nőni a fűnövényünk, és egyszer csak terhessé válik a spenót, mert már kezdett túlságosan belombozódni és katarja a fűnövény sorainkat, és akkor szépen kisaraboljuk belőle a spenótot, a katarat akarunk, és átadja a helyet a fűnövény. Ugye itt az a lényeg, hogy a fűnövények is majd mindjárt mondom tovább, mert nem csak az ez a spenótos műjelben a lényeg, hanem az, hogy az egymás mellett elkezdkező 50 cm-en lévő fűnövények is megfelelő sorrendben vannak eltéve, hogy ők egymásnak is jó párosítással legyenek, hely, tér és növényvédelmi szempontból is. Gyakorlatilag az egésznek az a lényege, hogy vannak hosszú tenyészidejű növények és rövid tenyészidejű, és a rövid tenyészidejüket folyamatosan azok a B és a C növények, azokat folyamatosan útból lehet vetni, nagyon jó táblázatban benne van, hogy érkezett. És akkor aztán szépen megy már le a szezon, a legvégére pedig, ahol már nem tudunk tenni semmit, a mustárt veszünk, folyamatosan ugye haladakkal van, először a spenóttal kapartunk, amikor a spenót kijött, akkor utána mindenfélétel, ami akar gyomor, szalmára, széne valamivel akarunk. Folyamatosan talált akarunk, betakarítunk, és egészen az a is, a legnagyobb búli szerintem az egészen az, hogy fogjuk, és következő évben végre megszínített az állandó kertész probléma, hogy mikor versünk jövőre, vetésforma, úristen, felszeretett rányát, nem szeretett rányát, hogy csináljuk, hogy az egészet 25 cm-re elcsúsztatjuk, tehát nagyon fontos, hogy a évelé lehet alul, az ne kerüljön ki a földből, hogy mikor lesz 25. 25-re elcsúsztattuk az egész rendszer, ami azt jelenti, hogy az előtte, ahol a spenót volt, oda fog kerülni következő évben a fűnövény. Ez egy olyan komplex vetésformot hozva a rendszerbe, hogyha mondjuk 15 fűnövényen dolgozunk, akkor 30 év múlva fog ugyanoda az növény kerülni, ahol előtte lévő évben volt. Azért ez egy elég jó vetésform, én azt gondolom. És mindjárt mutatom ezek példák keresztül, amit a saját területen van. Ez abszolút, mint a mondjam, a teljességigénynek tudom, hogy miért is maradjon az a rendszer. Na most úgy képzeljétek el, hogy ugye itt van 50 cm egymástól késben mosok, közé vetek egy beteg fejes saláta sort magról, mondjuk így március közepe tájékán. A retek és a fejes salátát egy magára vettem, mit jelent ez, kihúzom a sort, lekötöttem a retkem, ugyanabban a sorba beletettem a fejes salátát, szépen felszakadom. Elkezd nőni először a retek. Jóval előbb fog sorolni, ugye, mint a fejes saláta, az valamivel lassabban nő ugye a földön. És megy előre az idő, már április elejét írunk, a retek már szépen nőni, a saláták is most már kezdenek olyan egyenlető verzió tölteni, örülünk neki, és közben április elején magról bevetjük az uborkát. Elvetjük szépen az uborkákat, és már később májusban fogjuk a vasanyok mosnatvá csak fal után lehet kivelepíteni mellé. Mégis jó ez nekem, a retek fejes saláta párosítás védi a fejes saláta retek a földi borhakát vele, nem tudjátok, amikor retek a levele olyan apró pici pöttyös lesz, és úgy kirágják szépen a borhák. Attól végül a fejes saláta. Az uborka bazsalikon párosításnak azért szüperek sorban, mert a bazsalikon segít az uborkának a beporzását, mert vonzza oda az illatos virágaival folyamatosan a hasznos beporzó rovarokat, fényeket, fenyőfényeket, stb. És akkor sok uborkán lesz várhatóan. Itt az uborka nem tárgyalatos megoldásban, hanem fektetett megoldásban. És gyakorlatilag nem mondhatjuk, hogy a recsek már fejesen, szépen fejesen lát egyelhető, a spenót kezd marha feltesen,
valamelyiket meg valamelyik ott vártam, volt egy egész sport, egész sport felesen ugorkát és hasonlítom. Na, ezről szól ez a rendszer. Ugye, és érdemes mindent csinálni, hogy elolvassák majd a könyvet, és abban részletesen elmondjuk, hogy itt kivel, mikorból érdemes összeültetni, és azért a szigorúan megtartani. Egyetlen egy fontos szabály van, hogy ott van egy látható a fotón is, tehát érdemes valahol kipalózni, kipálcázni mindenkóba, és azt betartani egész évben azt a rendszer. Mert ez egy rendszer szemléletű elkészkedés, és ennek egy nagyon fontos része. Ez egy nagyon korai aspektus, én nem magyarázok, hogy úgy csak éppen szabad földön, és gyakorlatilag láthatjátok, ez egy nagyon nagy terület, hogy egy szárkóznak lenne a fél diákot, hogy kitakarítsák, tehát gyakorlatilag itt már egészen nagy a spenócsor, hát látszódik is, hogy így mindenképpen majd már ki kell venni ahhoz, hogy ne terheljen le a növény. Halványan látszik, de itt látszik például benne az útvarma. Csak egy őszikét, ugye erről, ugye az volt szavazni, és ilyen, amikor őszállal nincsen benne a spenócsor. A kapor az mindenhez jó, a sárkányhoz azért, mert
Gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye minek figyeltétek, hogy mindig a szélénről indul meg a fertőzés, és az első, a szélénről tömeg lesznek elsőnek nagyon fertőzöttek. Na most, hogyha körbe van ültetve, akkor ezt lehet elkerülni, hogy a borsukasznak van egy erős illatanyaga, ami a levéltetveket eltántorítja attól, hogy beinduljon a babba. De attól nem működik a rendszer, hogy egy borsukas fő oda van a párba, az egy nagy csalódás lesz. Jó? Ellenállóságra és mindenre. Tehát
hogy akkor visszanyúlik meg a kumentekból. Ez a típusú meg az a típusú tárgyfajta, de érdemesen én azt gondolom, hiszen azon nagyon megváltozott a méghajlatunk, és sokkal, de sokkal több betegség van, mint 200 évvel ezelőtt volt, vagy 100 évvel ezelőtt volt. A globalizáció meghozta ezt is a hatásai. Sorra-sorra jönnek az újabb és újabb betegségek, amit sok évvel hoznak, mint minden még valósokat. Hát úgy, hogy első fegyszerünk már, hogy az ellenállóba irányulhat, és az utolsó nagy kérdés is az a beporzás. Meg kell nézni, jó? Tehát a gyümölcsát választunk, bizony, hogy ne legyen kiérdésetlen, mert ha nem lesz porzó fája, akkor bizony az azt jelenti, hogy van egy szép fán, csak éppen soha nem akart elépelni. Hál' Istennek, hogy az ember kertes házas környezetben él, akkor bizakodhat, hogy akkor porzó kérdés a fája, de nem mindig van, hogy biztos, hogy érdemes ezt a fiát elkezdeni. Utolsó nagy téma felvényében, a biomövényvédelem azon fogjuk publikál, hogy ezt a két alapelvet tartjuk el, hiszen nagyon sok lehetőségünk nincsen, amikor már a korság előjött, csak megelőző lehetőségeink vannak, és egy stratégiának a kialakítása. Méghozzá a stratégiának azt tud lenni, hogy a károsító élőhelyére munkáljuk, ahhoz nem elkülünk ki a károsító, és a hazai szervezetek élőhelyét pedig növeljük. Tehát megpróbáljuk helyzetbe hozni azokat, akik nekünk jó barátaink abban, hogy majd gyilkolják azt, aki tömövényeket akarja pusztítani. Ugye a rovaroknál ez könnyebben megvalósítható, tehát a rovarvilágnál azért most már tudjuk, hogy kikivel van rossz bajunkban. És nagyon komoly kutatások folynak az ügyben is, hogy itt a gombák világában is működik egyébként, és egyre több olyan szer van használva a forgalomban, amik akár ebben is tudnak segíteni, hogy az egyik gomba a másik oldalán például. Tehát ez egy egészen izgalmas ötletet mondjuk őrnek. Károsítók lehetnek volna, főleg, amit már beszéltem, akár olyan gyorsan szerintem értem mindenki, látok a tapásoknak a károsítása, a tüdösként előszokott fordulni, akár szobanövényekkel is, akár a kertre és paradicsom is, paradicsom is nagyon szeretik. Ugye vannak a kupatásügyek, hát a cigákat adnak, hogy szeretjél mindenki, hogy az előtt időszakban megtakarni, ez nem vannak a rovarok, hogy nagyon széles spektrumot ide tartoznak a levelet, a hernyokból, a lepékről kezdve, a levélbetekén keresztül, ugye mindenki. Aztán vannak a gerincesek, hát a kocok is óriási kárfűzőn csinálik. Aztán vannak a kórokozók, a vírusok, baktériumok, gombák, körülbelül két nap alatt a steril területen egy szál palántám nem maradt meg.
Már az első este valami elkezdte, levelítette, Szárát elpanatta, el is tűnt, és a másik területen semmi, egy kösebb fényképeket is csináltam volna folyamatába, semmi nem jutott a palántához, mindenki a parét tette. Igen, mert egyébként szeretik. Igen. De most ennek az a titka, hogy a parét nem szabad hagyni fává nőni, hanem csak ilyen kis zsenge minőségébe otthagyni, és a palántákat mindenki elkerült. Ennek van tudományosan is úgy hívjuk, hogy csapkövé. Köszönöm, is tudtam. Ez tudományosan is úgy hívjuk, hogy csapkövé, és ez működik a társadalmakban is, logikusan, mert valamit bekinálunk, amit még jobban lehet. Például, hogyha valaki hajlandó beáldozni egy pár paradicsom palántát vagy erszőlőt vesz, akkor nagyon nagyban tudja védeni vele a paradicsomot vagy a gyümölcsnyáját. Mert viszont annak próbálok, hát ez egy külön előadásom, amit hogyan preferálom ezt az. Tehát ugye nem mindenki egyforma szeret mindent, és akkor ez lehet is tartani. Köszönöm szépen, hogy jól tartalásra. Ugye megtetni 14 arányban nem tudom már kártyatok. De a támányom támogatással tudom segíteni az, amit mondtam már elegelején, egy kicsit javítsuk azt, hogy ellenállóan legyen a körülmény. A betésforgó asztalmányos kérdés. Ugye a betésforgó azt jelenti, hogy a következőben mi kerül oda a harmadik évben, a negyedik évben. Ez mérhetetlenül fontos. Tehát vannak olyan gombabetegségek, baktériumbetegségek, amiknek a kitartó képletei 3-4 éven keresztül életképesek a talajban. Hogyha nem fog találkozni a termőményével, akkor elpusztul. Tehát akkor gyakorlatilag nincsen probléma. De ha minden évben találkozik vele, akkor és ki kell, hogy mondja, nagyon szűkák a külön zöldségezők vagyok, amelyek mindig magyarok, mert nagyjából be vagyunk állva a burgonyaférék családjára részében. Tehát és mit jelent ez? Krumpli, paradicsom, paprika, szaldizsán, hát mind a szolanáciai család. De gyakorlatilag ez nem betésforgó, mert ezeknek egy is sajnos a károsítója. Tehát mindenképpen érdemes arra odafigyelni, és egy kis fejvakarás is. De azon gondolom egyébként a saláta növények, tehát a levélzöldségek irányában egy picit az elmozdulás nem lenne rossz, amúgy is többet kéne belőle kihasználni, és hozzá egy olyan frissességet, amiért érdemes ezt megtenni. Aztán itt van mellőző dolog, lehet a legkisebb vegetációs időből építeni, de egy nagyon gyors példa, földi bolhakártékkel. Például a biogazdálkodók többség, akik igazán nagyon bíznak, tavasszal nem is nagyon fognak neki a káposztaféléknek, mert ezt nem tudnak már nagy területen a földi bolhába, amiket tenni. Tehát ők nekik az maradt, hogy tavasz időszakban nem káposztáznak, viszont az őszi időszakban, amikor a földi bolha egygenerációs állat és már nem károsít össze, akkor egy extra minőségű káposztafélés termést tudnak hozni növényvédelem nélkül. Tehát, hogy ki lehet használni azt is növényvédelmileg, hogy a vetési időnek a játszásával akár ki lehet kerülni károsítókat. Vagy másik példa, cseresznyel, tudjátok kukacos, ami inkább műves, de mindegy, cseresznyéről mindenki ellen látott találkozott. Már sikerült olyan cseresznyéket nemesíteni, aminek úgy van már a beporzása érése, hogy még megelőzi a cseresznyelénynek a rajzását, tehát már beéri addigra, mire a cseresznyelény elkezd rajzani. Innentől kezdődően megkapjuk vegyszermentesen a cseresznyelénymentes cseresznyét. Tehát lehet ezzel játszani, és növényálló állunk is. Növényállomási szüksége, gombabetegsége. Tehát nem túlsúlyok, ezt úgy ezzel beszélek. A levegőre bárkáról járjon, nem jön a gomba. Fajta választás rezisztenciáról már beszéltem, felhúzó növények elhállítása nagyon fontos, nem mondom a komposztnál. Valaki biztos lefekedve velem, mászat nem vele erősen hozzanak a véleményét, de nyugodtan bele lehet tenni a fertőzött növényanyagokat a komposztba. Össze kell vágni, csak nem szabad hagyni felszínen. Ez az egy kulcsa, bele kell tenni, nem bele. És akkor semmi probléma nem lesz. Méghozzá azért mondom és merem ezt jelenteni, mert semmi sem szerint a környezetben. Tehát ez egy nagyon nagy elképzelés, amit nem látok, az nincs. Tehát mindig ott van mindenen a gomba, a baktérium, rajtam is, rajtokon is, eszély, a bőrényen is, most is, minden ott áll kézzelőben. Tehát attól, hogy nem látom, hogy felkörülünk az, hát nyugodtan lehet. Szaporítónak, a fertőzött szaporítónak fertőzött növénynek, az mindenképpen érdemes átfigyelni, ezen inkább nyugodtan lehet előfordulni, hát a talajnak az ötöző részlet is lehet akár megemlíteni.
biotopikus készítmények. Majd a biotopikus készítményekre majd mindjárt fogok elkészíteni. Beszélni, mindjárt tetszik? Jó. Tehát vannak biotopikus készítmények, ami azt jelenti, hogy élő gondunkra az élővel. Ez nem egyenlő az ökológiai növényvédelem, de ez két külön kategória. Az ökológiai növényvédelem az az a csoport, amiről most nagyban beszélek. Ennek egy része csak a biológiai növényvédelem, ami azt jelenti, hogy élő fogunk az élő ellen, például a madarak, tipikus biológiai növényvédőszerek, fognál jönnek most is a cinkék és eszik le a fára különböző betegek. Aztán léteznek készítmények, például az embrió, léteznek növényjelek, természetes anyagok, tehát érdemes ezeket is a fárakolcokon figyelni, de én azért az átrendszerébe vagyok. Ez már kihagyom, hogy elolvassák. Csavarható színek. Kihasználni és ismeri a sárgalapot. Ugye többféle lehetőség van. A sárgalapot ismertet, és amikor látod a cseresznyefán, az már egy fokozott forma, mert ha használ sárgalapot, akkor ezt látta, hogy mennyire nem szelektív. Tehát gyakorlatilag azon van minden hasznosból a haszon valami, és hát ez is emberként mondjuk megközelítés a haszon valami, nincs a rendszerben, és ezek el számunkra káros. És amit az látókapra az acskóban, az egy hívatanyag, ami még pluszban ilyen csomogató anyagként ott van, mert cseresznyelegyet hívja oda, nem pedig más, és ez sokkal hatékonyabb kivitelezésnek. Érdemes ezt keresni, és a legtöbb magas gazdagos helyeken. Ugye a két lapok az, ami rákpénzeket mondják. Ha láttatok már olyan paprikát, ami a trisz, az egy rovar, olyan, mint a tetű, nagyon pici és hosszúkás. Mindenki látta már a kártételét, méghozzá, amikor a paprika ilyen barna parás a csukkánál, biztos tudjátok a bocsánatrésznél. És azt kimondottan virágzásból csinálja rajta a trisz, egyébként az már is harmadik osztályú paprikában minősült. Itt ez nagyon komolyan vélekedett ellene, lehet olyan lapokat, ami sárga az egyik oldalon és kék a másikon. Ugye ezek ragadós felületek és azon a terven működnek, hogy akkor vonza a romagokat a szín és ráadalmat és meghalnak. A fehér lap, ragadós lap, az pedig a gyümölgyvasakat képes elvonzani. Gyümölgyvasak és szintén láthatók már például a szilvában, amikor látunk valami hernyószerűt, az van egy szilvamonynak a mennyi, a bal pedig a gyümölcsdalásék. Elég nézzen a műszertőket, válasz számára lehetetlen, hogy az aztán itt ez egy felvonó csapdák, hallottam már róla. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és házikányban abszolút javasolom a mikrodalását. A felvonó csapdák úgy működnek, hogy például ez a csapda, itt belül van egy gyűrű. Ez a gumigyű át van itatva a feromonnal, a nősténynek a szex csalogató illatával. Gyakorlatilag a rovarvilágban a lepkék így találják meg egy a hív meg a nőstény egymás párzáskor, hogy a nőstény kibocsát egy nagyon erős illatot, és akkor ugye a hív oda repül, megtörténik a megtermékenyítés, és mindenki boldog. Hát itt egy nagyon csúnya dolog történik, a hívek nagyon erőteljes átverése, mert ezek a szerencsétlenek azt hiszik, hogy megjött életem párja, és többen sérte a csapdába találkozom, és ott elhaláloznak bent a csapdába, mert már kijönni nem tudnak. És ezen az elven működik a feromon. A feromon egy nagyon-nagyon fajspecifikus dolog, ez a legnagyobb csodája, ezért nagyon környezetbarát, ami azt jelenti, hogy minden egyes lepke fajnak külön feromon csapdája van. Ez ilyen formában nektek kiskertesüleknek egy kicsit bonyolultá is teszi a rendelést, de aki tudja például, hogy a kertjében rendszeresen mondjuk a nagy farontó lepke az almafájába befül, és ott van egy óriási nagy lyuk az almafába, akkor arra érdemes, mert akár egy-két évig ilyen csapdázással teljesen a kertből ki lehet nullázni a például a nagy farontó lepkét. Jó, tehát indítétek meg, mondom a termék családban, az a neve, hogy csal-on, tehát csalomon, ez így egyben, csalomon. Azért is nem szoktam nagyon gyártókat ajánlani, de ez a Magyar Tudományos Akadémiának a
és nem találják meg az ökszét. Itt már elért egy olyan magasztéket a technológia, hogy bizonyos rovarokán abszolút nem szükséges tömegvédelmi kezelés. Tehát itt egyszer tudunk ezzel megspórolni. Persze, amikor fel lehet tenni a kérdés, hogy mihez szerint barackolja, mert Thank you.
De például olyan, aki bennek próbálni karfiolt, olyan hogy karfiolok káposztát voltak ősszel, hogy tényleg ez az évek óta nem volt ilyen szép. Ugye hát most elkezdett az idő, a paradicsomnak kevését. Mindig van ilyen idő, olyan nép. Ugye elmondtam most, hogy aztán egy nedves sarajtokartal, hogy ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy elmények a skolatvártartalmat, hogy húgó helyeket hozzunk létre a hasznos élőszervezetek számára. Ugye ezek azok, nagyon sok olyan rovar van, ami nem úgy teszi le a tetejét, hogy a talajba. Na most, hogyha folyamatosan forgat van a talaj, akkor ez nem túlságosan jó számára, de az se jó számára, hogy állam a borgatásra van. Jó az, hogy a kertnek van egy ilyen elhagyagottabb része. Ilyen vagy, hogy ez is a bűnözolás. Aztán a komposztáról hosszasan beszéltünk. Zásás nélkül felvennek abszolút beteg fontosabb szintünk, hogy a hasznos élőszervezeteknek legyen a nyugvóhely. Érdemes sok virágzó növényt tenni a kertünkbe. Figyeljétek meg, hogy attól lesz élet jó egy terv, hogyha tavasztól őszig valamilyen virágzó növényt. És ezt érdemes folyamatosan figyelni, hogy legyen. Egy folyamatos kaporvetéssel egyébként a zöldséges beszél is lehet oldani. Akkor egy nagyon kérdés növény. Az gyakorlatilag majdnem egész évben vethető, és sőt, vethető magát is, ha éppen úgy van kedve, és akkor szépen virágzik. Érdemes az összeültetéseket figyelembe venni, mert hasznos hatásokat érdemünk el vele, és arra is érdemes figyelnetek, hogy különböző növény szintek legyen az jelen a kertetekben. Ha kinézel a kertet, nem kezdődik a kertet, amiben jelen lenni, de hogyha ránézel, hogy egészen az alvarszintből eljutsz odáig, hogy vannak kisebb bokrok, nagyobb bokrok, kisebb fa, nagyobb fa, és kint egy akkora fa, mint ami velük szemben van, mert szerezni a kertbe legyen logikusan, akkor ez teljesen legyen való, mert akkor a madaraktól kezdődően a legalapú testű rovarok mindenki megtudja találni ebben a számítását. Én ennyit szerettem volna nektek mondani, és bocsánat, hogy végre beülök, hogy csak akartam adni időt a kérdésekre is. Ami fontos, a weboldalon marha egyszerű, nem lehet www.barbikák.hu, azzal a bementek a kertészetbe, és ott az oktatási anyagokba, elég logikus az most, hogy elég gyertelen az is meg tudjuk jegyezni, és ott viszont az oktatási anyagokon belül az egy évben. Mert látni fogjátok, hogy tematikusan, amiben tanfolyamokat tartok, a tanfolyam, amiben vannak fönn, és akkor az egy évben van ez az előadás anyagom, az a neve, hogy ökológiai kert, és ami nagyon fontos, hogy csak jelszóval elérhető, és azt figyeljétek most meg, ez a komplex. Jó? Mert ez egy komplex előadás, ezt én is meg tudom nézni, komplex a tónja is. És akkor ez az anyag, ez fönn van a weboldalon, és onnan elérhető. Ha valakinek egy bármilyen kérdése van, akkor javaslom, hogy a weboldalon van egy olyan növényorvosi rész, ahol fotóval, hogyha valaki akar fotó nélkül a kérdést megtesz, akkor arra válaszolok. Ez lenne a kérdésem, hogy inkább adnám a területen, de ott az e-mail címem is jó. De próbálom mindenkit betelelni most már inkább a weboldalra, de akkor nem kell pluszkor válaszolnom arra, hogy a bármilyen Kolosta. Kérem, nem tudom, hogy van a Kolosta? Igen. Tehát itt is megjelent a szó. Jó, tehát ilyen szempontból érdekel.